Egy 1600 éves szőlőskertet is rejtett az a távol-keleti homok által eltemetett város, amelyet a Tornyai János Múzeum régészeti előadásán ismerhetett meg a közönség. A különös leletet egy magyar származású kutató fedezte fel, az ő feljegyzései alapján pedig most a vásárhelyiek is betekintést nyerhettek az időszámításunk előtti hétköznapokba. Stein Aurél, magyar származású keletkutatóhoz kapcsolódik az 1600 éves szőlőskert felfedezése, amelyről Felföldi Szabolcs, az STR régészeti tanszékének munkatársa tartott előadást a Tornyai János Múzeumban. Stein a 19. század végén és a 20. század elején több expedíciót is vezetett a Selyemút térségében. Az egyik kutatása során, amit a régész feljegyzései is bizonyítanak, homok által eltemetett városra bukkant. Ebben a városban nem csak szentélyekre, különböző épületekre, illetve sírokra lehet, hanem egész konkrétan ott álltak azok a fák, azok a szőlős ligetek, azok a szőlőtőkék, amelyeken 1600 évvel azt megelőzően még szőlők termettek, és hát ő úgy érezte magát, mintha visszacsöppent volna a múltba, a rég múltba. Nagyon-nagyon izgalmas egyébként a lelőhely, Niának hívják, ez a mai Nyugat-Kína területen, a Taklamakán sivatagban található, és egyébként szokták a Selyemút Pompejének is nevezni. Továbbá a szakember hozzátette, számtalan olyan tárgylelet maradt fent ezen a száraz, sivatagos lelőhelyen, amelyet Európából, Pompejből ismerhetünk. Pecsételők, kéziratok, de még egy régi egérfogó is megidézi az akkori világot. Földesi Szabolcs a nomád népek történetével foglalkozott, mikor Stein Aurél műveire bukkant. Azt tapasztaltam, hogy Magyarországon eléggé feledésbe merült az ő munkássága. Tulajdonképpen a II. Világháborút követően nem nagyon foglalkoztak vele, miközben szerte a világon ő egy nagyon-nagyon ismert és híres régész, pont Magyarországon pedig nagyon-nagyon ritkán hallottam az ő nevét. És amikor elkezdtem az ő cikkeit, könyveit feldolgozni, akkor szembesültem azzal, hogy hát itt van egy olyan régészeti lelőhely, egy régészeti anyag, amit érdemes lenne feldolgozni. És tulajdonképpen nem csak a hazai magyar nyelvű Stein életmű kiadásnak a szerkesztője lettem, hanem tulajdonképpen ennek a lelőhelynek a feldolgozását végeztem el a doktori disszertációmban. Az előadás második felében Földesi Szabolcs, a Határtalan Régészet című folyóirat főszerkesztője bemutatta a lap legújabb számát is az érdeklődőknek, amelyben a vikingekről lesz szó.